Nagyon jó dolog, hogy az emberek leegyszerűsítik a bonyolult dolgokat, addig, amíg a megértés szintjére nem kerülnek, de aztán vissza kell bontani, és pont olyan bonyolultsággal kell szemlélni az életet, ahogy az boldogan élhető, ahogy az sikerre vihet. Elővesszük azt a nagyon ritka témát, mint a siker, tehát a sikerről beszélünk, de egy kicsit másképpen, mert nagyon sokan azt mondják, hogy a sikerhez meg kell dolgozz, rengeteget kell dolgozz, és változnod kell, és a változás egy pillanat műve, én meg azt mondom, hogy nem. Kezdjük a változással, a változás nem egy pillanat műve, a változás az egy folyamat, méghozzá egy nagyon bonyolult folyamat, le lehet írni a változásnak a különböző fázisait, és ezeket a fázisokat ismerni kell ahhoz, hogy te elégedetten tudjál élni saját magaddal, mert nagyon sokan lelkiismert furdalással gyötrik magukat, hogy nem tettek eleget a sikerükért, nem tettek meg mindent a gyerekükért, nem tettek meg mindent ahhoz, hogy meglegyen az, ami kell. Van olyan fázis, ahol mindent be kell dobjál, majdnem belehalsz, és van olyan fázis, amikor nem szabad semmit tegyél érte, meg kell várjad, hogy a környezet reagáljon az eddigi munkádra. Természetesen azok az emberek, akik egyik vagy a másik fázist választják, tehát vagy nagyon sokat dolgoznak, azoknak sincs igazuk, vagy nagyon keveset, azoknak sincs igazuk, tehát azoknak van igazuk, és azok csinálják jól, akik a teljes folyamatot elejétől a végéig megcsinálják, és mindegyik fázison végig mennek. Hogy milyen fázisok vannak, azt majd később az online akadémián valamelyik bejegyzésben elmesélem. De nézzük a legfontosabb részét, azt, amiről nem nagyon beszélnek, hogy hogyan kell nyugodtan megvárni az eredményeket. Ez a folyamatnak nem a legvégén van, hanem nagyjából a háromnegyed részénél, amikor már megtettél mindent az első fázisban, rengeteget dolgoztál, majd vissza tudtál venni ebből a tempóból, de még mindig sokat dolgozol, sokat teszel, és mindig koncentrálsz, folyamatosan koncentrálsz arra, amit szeretnél, tehát a céljaidra, a vágyaidra, és eljön az időpont, amikor már a koncentráció megmarad, de az energia befektetést vissza kell vegyed. Ez azt jelenti, hogy át kell tudjad adni másoknak a feladatokat, ki kell tudjad osztani másoknak azokat a feladatokat, amelyek majd ellátják azt, amiből sikered lehet. Ez lesz az a betakarítási fázis, amikor te menedzseled a folyamataidat, és a kétkezi munkát átváltod egyfajta menedzser szerepre, tehát már nem te csinálsz meg mindent, nem lehet minden egyes pillanatban a te kezed munkája ott, hanem felügyelned kell másoknak a reakcióit, másoknak a tevékenységeit. Ha ezt kihagyod, akkor elérsz egy bizonyos eredményt, de nem fogsz túlmenni azon a határon, ahol azt mondod, hogy boldogan meg tudsz pihenni, és élvezed az eredményt. Tehát meg lesz az eredményed, kész lesz valamit, de nem lesz időd élvezni, nem lesz időd használni, mert még mindig te csinálsz mindent. Olyan, mint egy malomkő, amit te neked kell forgatnod. Tehát állandóan forgatod, ha leállsz, akkor megáll. A lengkerekes kocsi a gyerekkorunkból sokkal jobb példa, amikor nagy erőket befektetsz, és egy olyan rendszered van, amely tovább tudja vinni a befektetett energiát, van egyfajta tehetetlensége, és a megfelelő irányba tud működni. Tehát a sikerhez nem csak sokat dolgozni kell, hanem sokat kell dolgozni valamelyik fázisban, kevesebbet kell dolgozni, de sokat kell és erősen kell koncentrálni folyamatosan, és kell legyen olyan pont a változások fázisaiban, mikor már az eddigi eredményeket leraktad, megdolgoztál érte, és bevárod, hogy jöjjenek, és kezeled ezeket, tehát ez a menedzseri időszak, és ezt a fázist kevesen ismerik, kevesen tudják tudatosan használni. Használd tudatosan a fejlődés fázisait, ismerd meg ezeket a fázisokat, sokkal több információt kaphatsz majd a következő vlogokban, a prémium vlogokban, amelyek majd az online akadémián lesznek elérhetőek.